Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Vince nagyon belülről jövőbe vezetőjét. Igen, akik beköltöznek a templomba, azok elkezdik egy kicsit töményebben ízlelni a darmát. Teher alatt nő a páma. Tehát ha itt a megfelelő munkát, gyakorlatot elvégzed, az magadon és a világon egyaránt segít. A kérdés az, hogy milyen tanítvány szeretnél lenni mindeközben. A beköltözés az egy fantasztikusan jó dolog. De a hozzáállásod fog eldönteni mindent. Ha szerencsés vagy, pont egy válsághelyzetben fogsz beköltözni, amikor az önvédelmed, a saját ego kérged nem túl vastag. És ekkor úgy látod a templomot, ahogy az van. Nagyobb eséllyel látod a templomot úgy, ahogy van. Az embereket is, ahogy vannak. Nem vérezni kell, nem sebzetten szűkölni kell, hanem valahol azok a falak, amelyek addig adottak voltak, a személyiségednek úgy tűnt, hogy elengedhetetlen részei, azoknak valahol le kell omlaniuk ahhoz, hogy itt tényleg tapasztalj. Milyen tanítvány szeretnél lenni? A buddha idejében nagyon sokféle tanítvány volt, számos hasonlatot találhatsz rá, én most az egyiket fogom idézni. Vannak olyan tanítványok, akik olyanok, mint a legjobb ló. A gazda gondolatára is már azt csinálja, amit a gazda szeretne. Vannak olyan tanítványok, akiknek a lovas mozdulata kell. Ha megfelelően csípővel, combbal, lábbal megmondod a lónak, hogy mit szeretnél, az megcsinálja. Vannak olyan lovak, akiket egyszer így meg kell kicsit érinteni az ostor hegyével. Vannak olyanok, akik csak az ütésből értenek. És vannak olyanok, akik csak a sarkantyúzásból, és legvégül a legszomorúbb az, amikor csak a saját véres szenvedéséből érti meg, hogy valójában milyen helyzetben van. A kérdés az, hogy milyen tanítvány szeretnél lenni. Mennyi szenvedésre van szükséged? Ezt te döntöd el, de nem csak rád van hatással. A kapcsolataidra, a világodra, a teljes társadalmi palettádra, most nézd meg, hogy hány fő van a kontaktlistádon, mindenkire hatással van. Tehát a saját szenvedésed nem a te ügyed, mert a környezetedre méred. Óhatatlanul, sőt, minél jobban szenvedsz, annál jobban méred a környezetedre. Ha aktívan, akkor úgy, ha passzívan, akkor úgy. Ha dühöngsz, akkor úgy, ha beteg leszel az elfolytott dühöd miatt, akkor úgy. Milyen tanítvány szeretnél lenni? Mennyi szenvedés szükséges? Mikor kezdesz el tényleg látni, akarni? És meddig gyakorlod csak a formát, és mikor teszed bele azt a tartalmat, amitől addig féltél? Mikor teszed bele azt az önmagadat, amiről már tudod, hogy tisztítani szeretnéd? Mikor veted le a szerepeidet, és mikor válsz igazi önmagaddá? Ez a kérdés. Amikor valaki a templomban lakik, néha úgy érzi, hogy egyszerre van egy hatalmas nagy röngengépnek a belsejében, mindig látja magát, és mások is látják őt. És egyszerre van egy ilyen elképesztően uh, nagy igénybevételnek kitéve, úgyhogy látszólag kívül nem sok minden történik. Dolgozunk a kertben. Beszerezzük a dolgokat a városból, főzünk, gyakorlunk, beszélgetünk, és így eltelnek hónapok és évek, ti pedig jöttök néha-néha. Igen, ám csak, hogy ha valaki velünk végigélte az elmúlt 15 évet, akkor látta, hogy ez a templom honnan indult. Azt is látja, hogyha jó a szeme, hogy merre felé fejlődik. A személyes meglátásom az, hogy elképesztően izgalmas, hogy egy szellemirányvonalat alatt hogy tudsz adaptálni fenntartani, jó esetben javítani egy adott helyen. Tehát ez a zen, ez az ízváltozat, ez Dél-Koreából jött. Amikor Szungszán zenmester elérte a felébredést, akkor a két korea még egy ország volt. Tanítója, Kobong Sunim mondta neki, hogy vidd nyugatra a tant. Ugyanis már Kobong Sunim 1966 környékén bekövetkezett nirvánája előtt látta, hogy a modern világ mit fog csinálni a tannal ott, ahol az hagyományá érett, ahol az 1500-1700 éve meggyökeresedett. A 20. század a legnagyobb katasztrófákat, egyben a legnagyobb lehetőségeket hozta az emberek életében itt a Földön. Ennek minden tradíció áldozatául eshet, nincs kivétel. Keleten a hagyomány ugyanolyan elképesztő nyomásnak van kitéve, mint itt nyugaton az összes szervezetvallás. Nézd meg azokat a kételyeket, azokat a működésbeli problémákat, az előregedést, az esetleges kilátástalanságot vagy sikertelenséget, és rájössz arra, hogy vissza kell térnünk ahhoz a szellemi kezdőponthoz, ahhoz a szellemi ősrobbanáshoz, ahol az alapítóink voltak. Igen ezt ki kell mondani, és belül érdemes kísérletet tenni erre. Tehát nézd meg, hogy nagy vallás alapítóink, akiknek a tanítása nem vallásként indult, de azt csináltak belőle később, milyen tudatformával bírtak. Fozd le a mitoszokat, tedd félre az életrajzokat, találj egy élő hagyományt, ahol kapcsolódhatsz ahhoz az energetikához, ahhoz a szellemiséghez, amely sok törésen keresztül eljutott hozzánk, ide nyugatra. Nincs töretlen hagyományvonal. Mindegyiket többször keresztbe vágták háborúk, éhinségek, járványok, nélkülözések. És az a gyönyörűséges patriarkális vonal, amelyet láthatsz nagyon sok helyen, az arra jó, hogy a hitedet erősítse abban, hogy amit ide leszármaztattak, az eredeti. Az eredetiséggel nincs baj a leszármaztatással sincs baj. De nehogy azt higgyük, hogy bárhol, a világ bármely táján, a történelem viharainak és a társadalom hullámzásainak ezek a hagyományok nem voltak kitéve. Hallhatod a bevezetőben, hogy hát fölmennék én a hegyre aztán ott jó lesz. Hát ilyen a világon, hogy mi itt elképzeljük, sosem volt. Ahhoz, hogy te feljuss egy hegyi remeteségbe, még 30 évvel ezelőtt is Koreában szerzetesként 5-10 évet, de inkább 10 évet kellett dolgoznod. Noviciusként, utána friss biku vagy bikuniként, ez teljesen felavatott szerzetest vagy szerzetesnőt jelent utána nagy nehezen, ha tényleg jól csináltad, és kiszolgáltad az idősebbeket, segítetted a fiatalabbakat, dolgoztál a templomnak, tanultad a szútrákat, tartottad a szertartásokat, és utána pedig a meditáció nemes ösvényére akartál lépni, esetleg egy remetességbe feljutottál, de ez legalább 5-10 év munka, beleértve a zentermet. Koreában a mai napig több mint 100 nagyon neves zenterem van, de a benne lévő gyakorlók száma egyre csökken. A keleti hagyomány a mai napig szerzetesi és szerzetestői egzisztenciára alapozza a létét. Itt nyugaton ez teljesen megváltozott. Itt világi tanítványaink vannak 99,9%-ban, és ti vagytok az záloga annak, hogy a következő generáció valahogy ezt a tant megkapja. Gondold el így azt a felelősséget, amelyet mondjuk egy hálás pillanatban a tan és képviselői iránt érezhetsz. Most nézd meg, hogy milyen minőségben vagy itt. És hogyha először ide-toppanó érdeklődő, nagyon jó. Hogyha már visszajáró elvonuló, nagyon jó. Hogyha idült YouTube-néző, nagyon jó. Hogyha az elhatározását megerősítő és ismételten idejövő. Még jobb. De ha egyszer fölnősz ahhoz, hogy a darma tényleg micsoda, és milyen szerepet tölt be a te életedben, és más emberek életében, már másképp fogsz hozzáállni. Kiderül, hogy a tant elsajátítani relatíve könnyebb, mint továbbadni. Pedig akkor zárul a kör. Akkor értél vissza a kezdőponthoz. És az átadási vonalak ezért fontosak. Ezért fontos, hogy milyen tanítvány vagy. Kívánom azt, hogy térjünk vissza ahhoz a szellemi kezdőponthoz, ahol a nagyjaink voltak. Ahova a mai napon, ebben a pillanatban bárki eljuthat. Csak egyszerűen egy elhatározást kell tenned. És ezért kell meghaladni, ha kell megkerülni azokat a tévutakat, rétegeket, ha kell intézményeket, amelyek már az akadályaivá váltak ennek a szellemi útnak. Nézd meg, hogy hol haladhatsz, az úton haladhatsz. Nézd meg, hogy hol lehetsz otthon. Egy házban lehetsz otthon. Hogy érheted el a felébredést akkor, hogyha nem ragaszkodsz egyikhez sem. És hogyha mered járni az utat, az azt jelenti, hogy mersz látni belül. Mersz látni kívül. És ezáltal egy olyan egy év vált, transzparens egzisztenciád lehet, amelyről nem csak hanvas és a keresztény misztikusok, vagy kelet nagygyakorlói beszéltek. Elérkezik az a pillanat, amikor a belső tér és a külső tér egyik kell, hogy váljon, mert a feszültséget már nem bírod. Már nem tudod magadban tartani azt a sok karmát, amelynek látszólag nincs kiútja. Már nem tudod a külvilágnak az impulzusait csak eltemetni magadban, remélvén, hogy egyszer majd komposztálódik és akkor egyszer majd kihajt belőle az újdonságnak a virága. Úgyhogy egyszer az egyévállást tényleg tapasztalni kell ahhoz, hogy a kicsi és a nagy, a mikrokozmosz és a makrokozmosz, a belső tér és a külső tér egyé tudjon válni, és ezáltal a csepp visszatérjen az óceánba. Az ember elérje a tényleges helyét ebben a világban, és járhassa az útját, és emelt fővel mehessen át az élet és halál kapuin. Végezetül az Isa Upanishadot szeretném így a nyitó beszéd végén idézni. Sötétbe járnak azok, akik csak a mulandót hajszolják. De még nagyobb sötétbe járnak azok, akik csak az öröklétet keresik. Nézd meg, hogy megvakíthat a fény, és megvakíthat a sötétség is. De az egyik vaksága a sötétség vaksága, a másik pedig a fényhez való ragaszkodás vaksága. Ezért a zen az ilyenséget és a középutat tanítja. Ezért mondjuk azt, hogy a megvilágosodott és a meg nem világosodott, ezek üres szavak. Most mit látsz? Most mit hallasz? Most mit érzel? Most mit gondolsz? Teszel? Beszélsz? Hát ebben a pillanatban ez a jelenlét mire képes? Mennyire tiszta, erős, ez a tükörtudat, amelyet nevezhetünk buddha természetnek is, igazi önvalónknak is, de valójában nincs neve és formája, és a lehetősége, a csírája bennünk van. A mi dolgunk, hogy ezt fölneveljük, a mellette levő gyomnövényeket kiszedjük, a rárakódott salakot lekaparjuk, és így a karmánktól önmagunkat megkülönböztessük. Ez a lehetőségeink közé tartozik. A kérdése az, hogy szeretnél-e vele élni? Ha igen, akkor minőséget tudsz adni életednek és halálodnak is. Ha nem, akkor csak mennyiség lesz, akkor csak tápcsatorna lesz, akkor csak ellátmány lesz, és egy olyan élet, amelyet betöltöttél úgy, hogy nem volt baj, hogy leéltük. Ennyi. Leéltük. Vagy esetleg ébredtünk is följebb, tehát valami minőségi javulás is bekövetkezett a lelkünkben a tudatosságunkban, mert ha nem, akkor ugyanazt az elvégzetlen, befejezetlen, műveletlen karmát viszed a következő életedbe is. Játsz el belül egyszer egy játékot. Képzelj el egy párhuzamos univerzumot, ahol minden lehetséges. És képzeld bele magadat. Kivel lennél ott? Kikkel lennél ott? Hol élnél? Mit csinálnál? Mit ennél? A párhuzamos univerzum azért érdekes, mert ott minden lehetséges, és a karma nem úgy működik, mint itt. Nem olyanok a feltételek. Amit elképzelsz, az valóságá válik, előzmény és következmény nélkül. Tehát teljesen szabad vagy. Mit tudnál elképzelni magadnak, mint a párhuzamos univerzumban jelenlévő te? Ez az első. A második játék az az idővel, és nem a térrel van. Képzeld el magadat ebben a világban 20 évvel később. Milyen szeretnél lenni 20 évvel később ebben a világban? És hogyha megvan, akkor a két eredményt hasonlítsd össze. A harmadik stációja ennek a játéknak az, hogy most ebben a pillanatban átalakíthatod önmagadat bármilyen lényé, bármilyen egzisztenciává. Mi lennél? És a harmadik eredményt hasonlítsd össze az első kettővel. Tehát, ha megnézed, az első a térnek a játéka, másik az időnek a játéka, a harmadik az identitásnak a játéka. Mi lennél itt és most? Mi szeretnél lenni? Hogy szeretnél élni? Hogy szeretnél meghalni? És ez a három sosem lesz egyenlő addig, amíg bizonyos tisztulás, bizonyos realizáció belül nem következik be. Kívánom azt, hogy ez mindannyiunkban jusson közös nevezőre, és ne féljünk se a tér, sem az idő, sem a karma bármilyen változásától. Kinek van kérdése? Én félelem témában szeretnék kérdezni. Meglehetősen gyakran tapasztalok az életem során olyan helyzeteket, amik indokolatlanul nagy félelmet váltanak ki belőlem. És ez a félelem általában elhomályosító nagyon, tehát elhomályosítja a tudatomat. Ilyen helyzetek például adódnak munkahelyen, itt a templomban, kohan interjúk alatt, meg például most éppen ez a helyzet is olyan. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a félelem honnan jön, és mit lehet tenni? Ez a azért van, érdekében. mert nem érzed ebben a pillanatban a boldog szeretetnek a téged körüllengő energiáját, pedig valójában ebben a térben most ez most ezt a búlsített félretével, a félelem az abból keletkezik, hogy nem vagy teljesen elemedben, hanem fél elemedben vagy. Ha megfelelő tantéján praxist folytatsz, akkor az összes felső csakrabeli információt vissza tudod ide tenni, és akkor a tudatod tere nagyobb lesz, mint az a karma, amit éppen tartalmaz. A félelem akkor keletkezik, hogyha túltöltés vagy alultöltés van, Félünk a sötétben, és félünk ilyen eszméletlen stressz helyzetekben, amikor így záporoznak ránk az ingerhatások. Tehát a félelem az egy teljesen normális reakció akkor, amikor a három nagy ösztöncsoport, a teremtés, a fennmaradás és a tisztulás vagy visszaforgatás sérül. Közhely. De nézd meg, hogy mitől félsz. És mi az, ami fél benned? Benned van egy elintézetlen karma. Mi az, ami fél benned? Egy lépést hátra lépj, ezt a korninterjún nem tudod megtenni, mert kicsi a szoba. De mentálisan nyugodtan egy lépést hátra lépj, és nézd meg a tiszta tükör tudatból, hogy pontosan mi ez. Ez a tárgyas mi ez, aki már gyakorol velünk. Ha ezt így fölteszed, mint kérdés, akkor a tudatod nem cuppan rá erre a karmára, és ebből a tárgyból, tudattárgyból nem lesz félelem. Félünk a veszteségtől, félünk a haláltól. Félünk a szegénységtől, betegségtől, múlandóságtól, és ahhoz, hogy ez a félelem megszűnjön, ahhoz egy olyasféle tapasztalás kell, amely téged nem köt a múlandóhoz, de mégis benne élünk. Nem köt az élethez és halálhoz, de a test az megszületik és meghal. Ahogy ezt a régiek mondták arra a kérdésre, hogy a buddha természetünk velünk együtt szenved, és erre a válasz az volt, hogy belép a létezésbe, de nem szenved. És itt egy gyönyörű paradoxon van. Ezt a paradoxont tessék élni, ez kitágítja a tudatot. És hogyha a saját dualisztikus reakcióitól meg tudsz szabadulni, akkor az adott tárgy nem félelmetes vagy kívánatos lesz, hanem épp olyan, amilyen. Ez az ember az ilyenség. A sötétség nem félelmetes, vagy ígéretes, hanem a fotonok hiánya. Semmi több. A vesztesség nem más, mint egyfajta tisztulás. A halál nem más, mint átlépés. És innentől kezdve látod, hogy a negatív projekciók, mint a félelem, a harag, az agresszió, a kapzsiság, rombolás, pusztítás, Önmagunk vagy mások megbetegítése, tehát a mérgezés. Ezek mind elkerülhetők. Ha visszatérsz a középpontba, visszatérsz a gondolkodás elé, bármiféle dualisztikus karma elé, akkor ez lehetséges. Köszönöm szépen. Szívesen. Mennyire transformálható át a konkrét gyakorlat, mondjuk a, a, a festésbe, a csak festésbe? Ha csak festesz, akkor az csak gyakorlás. Emellé azért kell a tárgyatlan tudat is, mert ugye el van a gyerek, ha játszik, de ha elveszik a játékát, akkor síri a felnőtt, hogyha tényleg felnőtt, akkor elveszik a játékát, és realizálja, hogy most épp nincs mivel játszani, és a tudata tárgyatlanul tisztán ott van. És kész. Ecset nélkül is tiszta tudat, ecsettel is tiszta tudat. A tükör ugyanaz marad, ha tárgyatlan, nincs előtte semmi, egy tárgy van, vagy tízezer. Ezért kell a formális gyakorlás is, és az úgynevezett külső utas, vagy kívül megnyilvánuló eszközös is. Látsz olyat, hogy zenbajnok, tehát évi 290 nap elvonulás, köztelyen 3 héttől 49 napig terjedő, szancsol a föntöltött, az hegyen töltött időszak, kis kiholcsék. hát de tényleg nem sok idő marad a külvilágra, és hogyha egy templomban ennek a szerzetesnek be kell csavarni egy égőt, akkor nagy baj van. Semmiféle olyan praktikus ismerete a világról nincs, amitől úgy élhetne. És ez baj. Ez hatalmas hiba, mert így sem a templomban, sem mondjuk egy esetleges tanítóhelyzetben nem lenne életképes, nem lenne működőképes. Tehát ez az ürességhez való ragaszkodás. Aztán van, aki annyira gyönyörűen tud tevékenykedni, hogy azt hisz, hogy hát a lovaglás izzen, az úszás izzen, a kenúzás izzen, az autóvezetés izzen, igen, barátom, akkor gyere be, légy szíves ide, üljél le szépen, és egy hétvégi elvonulást csinálj végig, az milyen? És megőrül. Mert nincs mivel foglalkozni, nincs kihez beszélni, nincs mit csinálni, nem tudja kielni magát, tehát ragaszkodik a formához. Mind a kettőt tudni kell. Sem forma, sem üresség. És akkor rendben vagyunk, jó? Na, szóval végül is az volt, hogy elmentünk egy jót nyaralni. És azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon jó volt. Tehát tényleg, és ott teljesen úgy voltunk, ahogy az Ati fest. Pont nyaraltunk. A jó színed is van, Igen, látszik, így. tehát valamit festettél. Ott akkor ott úgy voltunk jelen, ahogy, ahogy lenni kell, és előtte is úgy érzem, hogy úgy voltunk jelen, de valahogy a kettő között mégis volt egy elképesztő minőségi különbség. Uh -huh valahogy azt érezte az ember ott a, mit tudom, 8-9 nap alatt, amíg ott voltunk, hogy, hogy egy, van egy, van, benne egy nagy felszabadultság. Hogy az ember úgy elfelejti azokat a dolgokat, amik egyébként otthon megvannak. Hogy azt szeretném kérdezni, hogyha az ember úgy igazából elmegy otthonról, tehát nem úgy, hogy itt a, a toronyba, hanem, nem, agyilag. nem agyilag, hanem úgy fizikálisan eltávolodik attól a helytől, ahol addig élt, akkor tud-e minőségben változni az élete? Mert most azt tapasztaltuk a nyaralás alatt, hogy elmentünk, és, és minden jó, és nem ér utol minket az a, az, a, az a sok minden, ami egyébként itt megvan, és ahogy hazajöttünk, gyakorlatilag azonnal vissza visszazuhant ebbe a közegbe az ember, és már is ment a daráló tovább, szinte hajnalba hazaértem, és aznap délelőtt már benne voltunk ebbe az egészbe. Tehát, hogy ha van egy ilyen fizikális eltávolodás, attól a helytől, akkor ez, ez kitarthat-e tovább, vagy, vagy mit, mit lehet ott megtapasztalni, megtanulni, hogy ezt, a, ezt az állapotot valahogy az ember föntartsa? Vagy csak pénz kell hozzá, és akkor mit tudom én, hónapokig, vagy esetleg évekig egzisztenciálisan egész jól el vagyunk, vagy mi kell ehhez? Én, én szeretnék egy olyan vakációról beszélni, ami nekem ugye a magyar tarkát tekintve hét évig tartott. Egy év Amerika és hat év Dél-Korea, annyit szeretnék erről az otthon elhagyásról mondani, hogy ez minden korábbi mintát otthagy. Tehát azért éreztet, éreztétek így magatokat szabadnak, mert semmilyen korábbi minta, ami a környezetből, a kapcsolatból, egyebekből származott, az ott érvénytelen volt a gyönyörűséges szigeten, a tengernek a partján, a napfényben, ahogy fürdőzünk, és nem kell gondolkodni erről. Tehát ebből is látszik, hogy az ember milyen elképesztően kondicionálható lény. Na most, amikor megtanulod tapasztalati úton, hogy te ezzel a környezettel nem vagy azonos, ha utána visszatérsz, és ez nem pusztán felfrissülés, ez az identitásnak a letisztulása. Tehát minden, amivel te addig kényszerűen azonosultál, mert bombáz a világ ilyen dualisztikus hülyeségekkel, és te ezt nem tudod minden nap olyan mértékben kitisztítani, hogy ne rakódjon rád és ekkor kell elmenni egy hosszabb, rövidebb vakációra, és mivel tudom, hogy gyakoroltok egy komoly belső utat, ezért azt is tudom, hogy ez nem pusztán fürdőcskézéssel, meg kocogással, meg különböző ilyen finom éttermekbe való járkálással telt. Tehát nem csak a test és a lélek legyen vakáción, hanem a tudatosság is. És a tudatosságnak a vakáció pont a fordítottja, ugye, mint ahogy elmegyünk otthonról, ezt nagyon szépen mondtad a kérdésben, hogy inkább te mint tudatos lény, a test és a lélek tudatossággal sokkal inkább itt vagy. Mint otthon, ahhoz széttép a különböző kapcsolat, meg munka, meg menjünk el a közértbe, meg koncert van, meg gyerek van, meg bemegyünk Esztergomba, aztán Pestre, és így járjuk szépen körbe-körbe az utat. Igen, ám, csak hogy a főfelé közben nem megyünk, akkor úgy érzed egy időt, hogy taposó malom, hogy haszontalan. Nem haszontalan és nem taposó malom. Kimerültél? Nincs elég energiád. Nem boldogtalan vagy, beszennyeződött a tudatod. Nem tudod érzékelni, hogy mi van. És ezért érzed magad magányosnak, mert a rádrakódott salak, a szennyeződés leválaszt a világról. Amikor egy új világba, vagy egy már ismert nyaralóhelyre elmész, akkor a frissesség, a gondtalanság, a könnyedség ott van. Igen ám, csak ha minőségi változás nincs, akkor visszajössz ugyanide, tart az energia egy-két hétig, vagy jó esetben két-három hónapig, és szerbusz, és akkor érzed, hogy jaj, mennék már megint. Igen, hova? Nagyon jó vakációzni, szeretjük mindannyian. De ha minőségi változás nincs, akkor ugyanabba látszólag visszatérsz egy kis pihenő után. Ez a hét év számomra nagyon sok mindenre jó volt. Teljesen újra tudod rakni magadat. Teljesen meg tudod változtatni a saját csoportodról, családodról, kapcsolataidról és önmagadról táplált nézeteidet, mert van időd a kinti nem kevés munka és gyakorlás által az egészet lebontani magadról. Képzeld el a hagymát, amelyik úgy dönt, pedig jó nagy hagyma, jó sok réteggel, a gyökér, jó gyökér, kiadja a parancsot az összes hagymarétegnek, hogy távolodjál és a hagymának az összes rétege egy virtuális térben így szépen kitágul, és az összes közt lehet látni, hogy a rétegek miből állnak, mit tartalmaznak, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A hagyma nem esik szét, csak a rétegek távolodnak szépen, és így az eredet, a hagymának ez a kis bojtos gyökere, ez nyilvánvalóvá válik, hogy onnan jön az egész. A hagymaság az nem szűnik meg. A ragaszkodás, téves nézetek, kapzsiság, dű, amelyek a rétegek összepréseltségéből származnak, na azok megszűnnek. Ez a karma tisztítása. Esetleges változtatása. Amikor azt mondod, hogy kedves hagyma rétegem, ne legyél te olyan vastag. Evékonyítalak egy cseppet. Tehát kevesebb energiát teszel bizonyos karmákba, bizonyos érzelmekbe vagy gondolatokba, és akkor érzed, hogy változol. És akkor, amikor az ember újra hazajön, akkor ez a hagyma megint szépen így a rétegeit egymásra veszi, és megkezdődik az itthoni munka. Úgyhogy az otthon elhagyása az 50%, a hazatérés a másik 50%. Ezt, hogyha tíznapos verzióban, vagy tíz éves verzióban gyakorlod, az eredménynek valahol ugyanannak kell lennie, hogy visszatérsz a kiinduló ponthoz, de közben te változol és hogy mivé leszel egy vakáció alatt, vagy egy hosszabb külföldi tartózkodás alatt, az a te szándékod szerint dőljön el. Ne hagyd, hogy a körülmények csak ott kovácsoljanak, vagy gyúrjanak. Használd fel a körülményeket arra, hogy a kölcsönös segítség gyakorlásával azzá légy, akivé szeretnél lenni. Akivé lettél az előző életeid során, az született meg ebbe a testbe, aki véleszel ezen életed végéig, az megy a következőbe. És ismét eljátszhatsz egy játékot, hogy minden, ami most benned van, az egy mágikus villástargonca segítségével átkerül a következő életedbe. Most. Nem üvöltenél, hogy. Ne, ezt ne, ezt ne, 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 átvigyük ezt az egészet. Még egy kicsikét azért dolgoznékám rajta. Egy cseppecskét. Nem akarom én az összes karmámat átvinni, ó, 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 nem, tehát álljon le az a kis, és akkor tegye szépen le, a kis targoncás, a kis teker, így hátra, ne, ne emeljem, ne, 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 ne emeld azt a targoncát, a nyugalom raklapján az összes karmám, még egy picikét, ott legyen. Átnézzük mi azt az egységcsomagot, fel is bontjuk. És amikor már úgy érzed, hogy tényleg rendben vagy, Na, akkor kezdjél tényleg segíteni gőzerővel a világon, mert te ugyan rendben lehetsz, de ez a világ, ez nincs. Ez nincs. Úgyhogy nagyon sok jó vakációt és visszatérést kívánok. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdést tessék? Bizalom alapéről szeretném, hogyha szólnál pár szót, hogy um, hogyan um, lehet megteremteni a bizalmat, illetve hogy mennyi teret érdemes hagyni a másiknak a. A bizalom elnyeréséhez, tehát... A mikor... másik? Nagy emmel? Nem. Mert eddig nem tudtam Nem, tudta, egy másik, erről. bár egy másik Kis ember. Kis Az úgy nem érdekes. Vagy a másik, igen, úgy is lehet. Mind a kettő érdekel. a legrosszabb. Kis emmel. Egy másik. De mikor azt mondja, a másik. A másik. Ez már jó? Illetve. Igen. Több, majd nem tudom. Érde hát attól tehát, függ, de. hogy mekkora házat akartok arra az alapra építeni, nárcisz. Milyen életet tervezel azzal a másikkal, vagy a többiekkel? Mekkora bizalom kell ahhoz, hogy az az élet jól működjön? Magyarul a szívednek hány szobáját fogod megnyitni a másik előtt? És a másik hány szobát vagy frekvenciát nyit meg az ő szívéből feléd? Ott lesz az igazi teszt. És a bizalom az nem pusztán titokcsere, hanem valami sokkal több. A bizalom az egy együttérző, nem dualisztikus magatartás következménye. Akkor nem kérdés, hogy egy oldalon álltok, és nem kérdés, hogy egy valamit akartok. Úgyhogy ha nincs együttérzés, ha nincs közös hullámos, akkor bizalom sincs. Akkor csak érdekviszonyok vannak. És ha valami lebomlik puszta érdekviszonyokká, akkor előbb-utóbb abból nagyon keserű tapasztalás van. Nézd meg, hogy milyen bizalom fog kell ahhoz, hogy a közös művet elvégezzétek. Ez más minden típus esetében. Egy csoportban más hőmérsékletű kapcsolatok vannak, mint egy párkapcsolatban, vagy egy családban. A bizalom nyerésének és elvesztésének is más ismérvei vannak, nagyon nem, de azért árnyalataiban más. Tehát milyen elképesztően szoros mondjuk egy intim párkapcsolat, és mennyire laza, kiegyenlített és elosztott érzelmeiben és gondolataiban egy csoporttal való kapcsolatod. Ez teljesen törvényszerű. Nézd meg, hogy a vérségi kötelék milyen elképesztő egymásra utaltságot jelent a család, és hogyha ehhez megfelelő bizalomindex nem társul, a legnagyobb szenvedés. Ott ülsz egy asztalnál évtizedekig valakivel, Akiben úgy csalódtál, annyira nem akarod látni és annyira nem bízol benne, hogy már alig várod, hogy kikerülj ebből a családi otthonból, és csinálj magadnak egy másikat. Csak azt felejtjük el, hogy ugyanezeket a mintázatokat, amiket mi kényszerűen magunkba gyömöszöltünk a vacsorasztalnál, azon mintázatok alapján fogjuk a következőt is megcsinálni. Ugyanazon hibákat fogjuk elkövetni, ha nem választódunk le ezekről a mintázatokról, és nem változunk meg lényegileg belül. Tehát az önbizalom, mert ez a negyedik, ugye a csoport, család, pár és egyén, az önbizalom az nem egy vélemény, nem a magadról alkotott gyönyörű ISO 9001-es minősítés. Jaj, de köszönöm magamnak, hogy ide eljöttem. Megtanultam meg szeretni magamat. Megtanultam megbízni önmagamban ezek azért döbbenetes állítások, nézd meg is, nagyon sok ilyet hallasz, és akkor a legtöbb ilyen ember, aki ezt viszi jó indulaton a szívében, a csücskében ottan, nem tudja, hogy ezzel mi a baj. Ezek a mondatok a legádázabb válsághelyzetben hagynak téged cserben. Akkor borul az önkép, amikor a legrosszabb, és akkor nem tudsz megbízni abban a gyönyörűséges képzett halmazban, amelyet fölépítettél. Tehát a bizalom az vagy kölcsönös, vagy nincs vagy egy másik emberen és lényen keresztül tapasztalod meg a szeretetet, mert te mondjuk adtad, ő meg viszonozta, vagy pedig nincs. Ilyen felhők vannak helyette. És a zen rendkívül egyszerűen kezd és még egyszerűbben folytatja. Az égkék, a fűzöld. Ebben mindig megbízhatsz. Csak a kérdése az, hogy magadat látod-e olyan tisztán, mint a kék eget és a zöld füvet. Mert ha igen, esélyed van arra, hogy a másikat is ugyanilyen tisztán látod. Amíg nem, addig nem lehet megbízni a tükörben, mert torzult, törött, szennyezett, hullámzik, nem mutatja úgy a világot, ahogy van. Így magadat sem, más sem, ebben nem lehet megbízni. Ami valósághű, az megbízható. Máma öt fogadalom tétel volt, és darma neveket kaptak, akik ezt megtették. És azt szeretném megkérdezni, hogy a darma név az arra utal, ami már ő, vagy amivé válnia kell? És ha kettő? Ha ott van benne a lehetőség és a házi feladat is. Egy olyan erővonal, amelyet kijelöl mondjuk a név, és amellett dönteni kell, hogy cselekszik vagy nem cselekszik. Bátor vagy sem. Hűséges vagy sem. Kiáradó vagy sem. Tehát. Ezek a nevek mutatják a lehetőséget is és a korlátot is, az irányt is és a kerülendőt is egyszerre. A kerülendőt azt hogy érted? Hát hogyha ugye túlzásba visszük, az probléma. Ha pedig alul vezéreljük és kevés, akkor meg az a probléma. Még magasabb oktán számon ugyanez, nézd meg a templomi szabályainkat, gyönyörű költemények és tanítások vannak benne. és egyik kedvencem az az, hogy ha egy tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz, ha egy kígyó issza meg a vizet, a víz méregé változik. Nézd meg azt, amire a fogadalmi név benned utal, amire rezonálsz, amit kivált belőled, és ott van valami karma, amivel neked dolgod van. És ezt te hogyan érzed meg, hogy milyen nevet kell adni? Fogalmam sincs. Ak akkor jó. Ebből a fogalmam sincsből jönnek a nevek. Ezt a fogalmam sincset szeretném ajánlani mindenkinek. Munkahipotézisként jó? jó. Adjuk tovább a mikrofont, mert az összes műveleti titkomat elárulom. Az elmúlt időben sok szó esett itt érzelmekről és Felvetődött bennem egy kérdés. Neki mély. Nem foglak. Tudom. Hogyan lehet jól szeretni, hogy ne a kivetített képet kezdjem el ö, szeretni, hogy ne az eljátszott szerepbe kezdjek el ragaszkodni, hogy, ö, hogy mindenen túl látva csak magáért a szeretetért tudjak szeretni? Hát magáért a szeretetért szeretni, ez rontotta el mindazt, amit az előtte levő pár mondatban vázoltál, ami ilyen gyönyörű magasság. Tehát az én szívem, amikor ezt hallotta, akkor ott a stratoszférában repült, vagy Júlcsi ilyen kérdéset tesz föl, és akkor már kezdtem egy kicsit úgy kíváncsi, hogy ki lehet ennek a szeretetnek úgy a másik felén, mint pólus, egyfajta poláris társ, akivel így megforgatod ezt az egészet, ezt te majd eldöntöd. De nem a szeretetért szeretünk, egy másik embert szeretünk, és amikor ezt viszonozzuk, akkor ezt a körforgást elkezdjük tisztítani, hogy minél inkább ő legyen benne a mi szempontunkból, és az ő szempontjából pedig mi, azaz te. Ez egy ilyen nagyon pozitív, öngerjesztő kapcsolati dinamika, hogy a másik boldogsága fontosabb, mint a tied. És ezt viszonoznia kell a másiknak kömben olyan aszimmetria áll be, hogy pillanatokat elbillen, és jobb, hogyha az elején ez kiderül, hogy az egófokok nem stimmelnek. Tehát, hogyha valaki többet vesz ki ebből a körforgásból, az elsajátít, megtart, ha a másik pedig tolja bele és teszi bele, egy idő után ilyen totális kizsákmányoltság, kisemmizettség érzés volt, pedig úgy kezdődött, hogy szeretjük egymást. Tehát, hogyan lehet helyesen szeretni? Jól látva, lehet helyesen szeretni jól látva saját magadat és a másikat egyaránt. Utána helyes kapcsolatot felvéve lehet szeretni, hogy itt nincs egyenlőség, ezt felejtsük el, de szimetria, arányosság, tisztesség, tisztelet, az van. És ezt gyakorolni is kell. És akkor megkapod az ő általa érzett tiszteletet, szeretetet, odaadást, önzetlenséget, ahogy azt ő teszi. Amikor egy kapcsolat, egy teret szépen valamilyen minőséggel felruház, mert mondjuk ez az otthonotok, és oda valaki betoppan, akkor megérzi azt, hogy a kettőtöknek a szinergiája, a közös energiája mit teremtett. Milyen teret? Milyen jelenlétet? Milyen atmoszférát? És így a látás mellé oda kell tenni a tudatisztaságát is, mert megfelelő lélektudatosság nélkül nem látod az érzelmeidet és a gondolataidat, megfelelő testtudatosság nélkül nem látod azt, hogy pontosan mi ez a jármű, és mi az, amit megérint a másik először a saját testével. Úgyhogy a test és lélek tudatosság az tiszta tudat alapon működik a legjobban, és te azt az, hogy jaj, hát én olyan szép vagyok, meg én olyan jó vagyok, meg én olyan erős vagyok, meg én olyan tökéletes vagyok, ezekkel az önképekkel bajlódik a szerencsétlen párkapcsolatban élő ember évtizedekig. Bizony, bizony. És emellett, hogy a másikat úgy látom, ahogy van, elviselem, hogy a szeretet személy úgy lát engem, ahogy én vagyok. Ez a legnagyobb tolerancia. Mi nem egymást javítgatjuk, hogy de nem, de igen, de nem, de igen, de nem, de igen. És valójában hova lett a szeretet? Tehát így nézzük meg. Ha egy szeretet kapcsolat érett, akkor nem csak beszélni és cselekedni tudtok együtt, hanem hallgatni is. És abban a hallgatásban nincs semmi elrejtve, mint egy ilyen kis titkon ulálkodó fekete lyuk, ami így beszívja az érzelmeidet, és egyszer csak úgy érzed, hogy valami borzasztóság történik ebben a csendben, holott nem történik semmi. Tehát nincs nekem aknák, ilyen zárványok, ilyen tengeri szörnyek, vagy süvítő légibombák, amelyek a csendet egyszer csak szétcsapják, és kiderült, hogy hát ki ez itt mellettem? Úgy tűnik három éve ismerem, de mégse. Tehát amikor a hallgatás minősége az nem romlik attól, hogy nincs beszéd, és a közös csend az ugyanolyan intim tud lenni, mint a közös érintés, cselekvés, evés, vakációzás és a többi, akkor az úgy tűnik, hogy egy élet szeretett kapcsolat, mert kellő önzetlenség és kellő tisztaság van benne. És a következő lépés az, hogy ez valahogy a világ felé segítő minőségben nyilvánuljon meg. Az már egy következő kérdés lesz. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy uh, hogyan lehet helyesen hűségesnek maradni egy párkapcsolatban? Tehát, amikor um, teszem azt, mondjuk, megcsiklandozza az embert egy beszélgetés, vagy bármi ilyesmi. A beszélgetés csiklandozza meg? Igen. <laughs> igen, igen, igen. És már attól az emberben vagy hát bennem van egy olyan érzés, hogy oké, okay, oké, okay, ez most azért annyira nem korrekt talán. Én gondolom túl, vagy, vagy, ez tényleg nem fair a másik szemben. közel van egy ilyen szabály, hogyha három másodpercig egy nő és egy férfi mozdulatlan, hogy egymásra néz, utána abból vagy házasság lesz, vagy pedig óriási balhé a két család között. Az a kérdés, hogy ki kezdett-e ténylegesen flörtölni? Itt nem csiklandozás van a beszédből. Megmozdult az összes feromon, ugye? Nézzük meg, és utána ezzel a felszabaduló energiával kezdeni kell valamit. Mit kezdesz vele? Tehát visszatáplálod-e úgy a kapcsolatba, hogy ha tényleg szereted azt, akivel vagy, és aki mellett elkötelezted magad, akkor számodra az a férfi azt jelenti, hogy a tízezer férfi visszatért az egybe, és ez az egyéppen melletted ül. Számomra azt jelenthet, hogy a tízezer nő visszatért az egybe, és az itten mellettem ül. Ha ez az érzésed, akkor a hűség nem nehéz. Ha meg nem, akkor erőfeszítést kell tenni, hogy az az ember, akivel vagy, azt a pozíciót foglalja el a szívedben, amelyet szánsz neki, és ő az legyen, aki tudom, hogy rossz a felhozatal, és néha magasra rakjuk a lécet, de azért az elfogadó szeretetnek a kondicionáló erejét azt ne becsüljük alá. Amikor csak az van, hogy az együttérzés által valaki biztonságban érzi magát melletted, ez még fél siker se, mert itt el is bízhatja magát az illető. És azt hiszi, hogy mindent megtehet. És ez hamis. Az elfogadó, együttérző szeretet, az párosuljon azzal a bölcsességgel, amely a feltételhez kötött életvitelt kialakítja. Ugyanezzel a szeretettel. Tehát a szeretet, az az együttérzés és a bölcsesség és az önzetlenség hármasának a helyes ötvözete. És még annyi definíciót adsz rá, amennyit akarsz, de ennélkül a három nélkül nincs meg. Érted? És akkor nem érzed azt, hogy hát frissítenék egy 20 as verzióra, be nem akarok. Macera. Nem tudnék mit csinálni a vagyon Gyerek nincs, tehát akkor is macera. Nagyon vigyázzunk, mert az emberi kapcsolatok azok inkább minőségi javításon essenek át semmit, állandó verzió frissítésen, mert akkor a, az általános szépség és kielégülés tősdén nagyon hamar alacsony árfolyamunk lesz. Az idő itt senkinek nem dolgozik. Tehát ahogy érzed a mulandóságot és a feltételez és a tökéletlenséget, ami a kedvencem, akkor inkább egymás hibáinak a tolerálására kellene összpontosítani semmit az, hogy hát tényleg a grálovagok legjobbika legyen az ott mellett. Ahhoz könnyebb lenne hűnek lenni, mert olyan szép kardja van te. Nagyon. És azt ott forgatja. Nem. Tehát ez, ez a, ez a tínédzserkori álomvilág. Aztán pedig megfelelően az ember látja, ha saját magát is, akkor a másikat is. Van egy ekvivalencia, ezt tessék elvinni magaddal, amit magadban nem, nem mersz látni, azt a másikban sem fogod. Amit magad elől elhazudsz, ott a másik is hazudni fog neked. Mikor úgy érzem, hogy rám zúdul a karma, akkor hogyan ne fulladjak meg benne? Meg kell nézni, melyik vödörből jött. Mekkora vödörből zúdult az rád, azt kitartotta. Gémes kútvödör volt az, vagy felmosó? Esetleg valami műgyanta, ahol két komponens is belekött? Honnan jött az a karma? Honnan zúdul az? Nézd meg az eredetét. És ahonnan jött, oda enged visszatérni. Oké, okay, hogy engedjen visszatérni, de hogy. hogy mikor megpróbálom elengedni, hogy menjen? Egyszerűen nem akar eltűnni. Ha próbálod elengedni, akkor nem fog menni. Ha csak látod, és semmiféle dualisztikus reakciód nincs, akkor elfog. Van egy régi kínai mondás. Ha eleget ülsz a fa alatt a folyóparton, látni fogod az összes ellenséget hulláját lefelé sodródni az áradatban. Tehát mit gondolsz, miért csináljuk ezt az elképesztően kemény programot? Azért, hogy belül szilárdíts meg egy olyan tudatot, amely a látás maga, a vidja maga, az éntelen, világos jelenlét. Ebben a tükörben minden látszik, és a tükör semmihez sem ragaszkodik. Ezt kell tapasztalni ahhoz, hogy a karmáddal bármit tud csinálni. Amíg az azonosulásnak az írmagja is megvan, egyetlen trauma sem gyógyítható véglegesen. Mihelyt az azonosulás megszűnik, el tudod kezdeni a műveletet. Tehát ez a zenben a 180 fok, ez a momentum, amikor az azonosulás megszűnik, az elkülönült egókép megszűnik, és ekkor látod a karmádat tisztán, és elindulsz a 270 felé. És a 270-nél tényleg minden lehetséges. De amíg azonosulsz a karmáddal, addig a karmád kontrollál téged. Mihelyt az azonosulás megszűnik, te lehetsz az ura a karmádnak. Köszönöm. Szívesen. Én az ikrekről szeretnék kérdezni. É, azt szeretném megkérdezni, hogy van-e közös karmájuk, amiért Há, leszületnek, Hú, nagy és nagy hogy lehetséges az, hogy ha egypetívű ikrek, hogy az egyiknek 20 évesen epilepsziára lett, és a másiknak meg nem? Hát szerencsére nem klónokról, hanem ikrekről van szó, és az ikrek, mint ugye közös létmód, az nagyon közös karmát mutat, az, hogy ugye egy anya töltenek közel kilenc hónapot, azért az egy nagyon közös karma. Az a boldogságos állapot, hogy a génanyag látszólag 99,5%-ig ugyanaz, ez is gyönyörű, csak azt értsük meg, hogy a belejövő lélek az nem ugyanaz. Tehát közös annyira a karma, hogy egy petéjű iker, és akkor most kimegy vizsgázni, te vagy én, ugye? Ez, ez gyönyörű. És azt lássuk meg, hogy viszont a lelkek, akik leszülettek, azok mások. Alapjaiban lehet más. De a karma, amit lehoztak, az mondjuk 20 perc különbséggel más. Tehát nagyon jó ki lehet mutatni, és ahogy nőnek a gyermekek és felnőttek lesznek, hogy szépen az életutak így válnak szét. A kapcsolat az marad. Hihetetlen sztorik vannak, hogy ikrek megérzik több ezer kilométer távolságban, hogy mi történik a másikkal. Tehát ez a nagyon komoly lélek kapcsolat, ez marad. De maga az autonómia az megvan, már nagyon korán megvan. Még az összenőtt ikerpároknál is elképesztő különböző dolgok vannak. Hát képzeld, az egyik jobbra akar menni, a másik balra, és közben sajnos össze vannak nőve. Úgyhogy még itt is látszik az, hogy majdnem, hogy egy test, és mégis két lélek. És különböző karma. Úgyhogy annyira közös volt, hogy egy pociba, majdnem egy időbe, de a lélek más. Oké, köszönöm. Szívesen. Jelen világi helyzetben ezek a higiéniás előírások, ezek nagyon jól leírják a testi mm, dolgokat. Én a te lelki higiéniás itt lennék kíváncsi az elkövetkezendő második hullám jelenlétére. Itt a tisztítószer. Tessék használni. Bővebben. Nem elég? A lényeg tapasztalata az igazság látását teszi lehetővé, az igazság látása a helyes működést teszi lehetővé, és a helyes működésből előbb-utóbb együttműködés lesz. Ha nem tiszta az együttműködés, akkor a saját működésünk sem tiszta. Ha a saját működésünk nem tiszta, akkor a kapcsolatfelvételünk sem az. Ha a kapcsolatfelvétel nem tiszta, akkor a helyzetfelismerésünk sem az. És hogyha nem ismertük fel a helyzetet, akkor valamit magunkban nagyon-nagyon nem látunk. Így függ össze a lényeg, az igazság és a helyes működés vagy együttműködés. Tessék a tisztítószert használni, ha vírus van, ha nincs. A legnagyobb vírus, nem ez a COVID-19, a legnagyobb vírus a karmád, az. Az ellen nem tudsz maszkot húzni, mert mindig kiesik a szádon. Ezért van csend az elvonulásokon most már tudod, annyian megkérdezi, szúnyém, tíz nap is olyan nehéz ez a csend, mondom, addig örülje, amíg csend van. Nincsenek projekciók, vélemények, világmegváltó igazságok, de ezeket mind komposztálni kell, mert végül is arra való. Tessék a tisztítószert alkalmazni. Egyébként is. A meditációról szeretnék kérdezni. A Zent, amikor elkezdtem, tegyük föl gyakorolni, akkor nyilván sok beszennyeződés volt, nyilván most van is tudatban. De itt az elmúlt években az a tapasztalatom, mm -hmm. hogy a, amíg a térés hangfigyelésével foglalkoztam, egy ilyen külső szemlélődés állapot volt, és nem igazán, tehát mintha egy ilyen védőfalat szinte a tudat fölépítene, egy ilyen tűzfalat sem az érzelmek annyira nem jöttek át, tehát csak egy ilyen hűvös állapot. És ahogy a mi ez kérdésre úgy kezdtem áttérni, jó sok karma felrotyogott. Aztán most ugye a, a, nagy együttérzés mantrával, ez, ez meg végképp azt érzem, hogy körülöttem így az összes, tehát hogy bent ülök a darmaterembe, és kiderül, hogy a könnyem, de kiderül, hogy négyen ötön még ugyanezt így végig, nem tudjuk milyen csak végig az ötven percet. Ez szinkron, tehát annyira szinkronban működtek itt a sírások, hogy ahogy nem tudtuk már nyomon követni szerintem. Végre terült... mélyre megy a gyakorlat. Igen. Nagyon jó. És erről szeretnék kérdezni, hogy hol van az, amikor a, a gyakorlásban néha azt tapasztaltam, hogy lehetséges, hogy egy egy ilyen a, gyakorlást védőfalként használjuk föl, ahhoz, hogy ne lássuk meg igazán, ami van bent, illetve hogy ne is hozzon két ember között egy, egy kapcsolathídat létre. Tehát én most így, ez, ez a kérdésem, hogy ez a három technikával az elmúlt öt évben végig gyakorolva, de látom, hogy, a, hogy, valahogy mindegyikre szükség volt, van, de mégis a minőségét ebben érzem, hogy az egyik ilyen kicsi távolságtartó a tapasztalatozatot, a másik így felhoz egy csomó mindent, a harmadik pedig úgy úgy bele. Újdonságot árulok el akkor, amikor azt mondom, hogy nem a technikák minősége, hanem a te minőséged változott? Nem. Örülök. Tehát nagyon sokan, szinte mindannyian úgy kezdjük a darma gyakorlatát, hogy mi meg akarunk valósítani valamit, és elkerülni a szenvedést. Kész. Ebből van az az elképesztő önvédelem, amit ugye. Az énség mindenképpen magára húz, és azt gondoljuk, hogy a darmával ez még hatékonyabb lesz. Hát megvilágosodtak, hát akkor én is megkapom, amit akarok. Ugye? Aztán kiderül, hogy ez nem megy, és akkor a problémát a technikával azonosítjuk, amely nem baj, hát azért van többféle meditációs technika, hogyha te úgy érzed, hogy az egyikkel nem megy, akkor azt elhajítod, és jön a másik. Valójában ugyanott folytatod, ahol abba hajtad. De kell a változatosság. És akkor a második technikával, ahol tényleg visszajöttél egy kezdő helyzetbe, ott már mersz mélyebbre menni, mert nem tudsz másképp, hiszen látod a tévutat. Azt már nem követjük. És akkor jön a harmadik, ami aztán tényleg nagyon komoly. Ha ebből is kifutnál, szóljál, van még. De az, hogy az ember végre, végre egybenyitja a kicsit és a nagyot, a tudatost és a tudattalant úgy, hogy közben helyesen működik, mint ember, ez a gyakorlatnak egy áldása. Itt megtisztulás van. És ez, amit elmondtál, szerves része, úgyhogy még több száll Oké? Okay? Szívesen. Nagyon jó. A zen gyakorlás során megtapasztaltam, vagy megismertem itt azt, hogy miben segíthetek, ez a kérdés. Ez rámutatott arra, hogy egész életemben erre vágytam, hogy mindig segítsek valakinek. Viszont most megéltem azt, hogy ez a kérdés veszélyes is lehet, mert ha fölteszem ezt a kérdést, akkor úgy is kell segítenem, ahogy nem szeretnék. És azóta az az érzésem, hogy nem szeretném ezt a kérdést többet föltenni. Mit javasolsz nekem erre? Segíthetek? Igen. Akkor te is föl fogod tenni a kérdést. Ha tőlem elfogadtad, akkor magadtól is elfogod. Inkább azt nézd meg, hogy milyen egyéb karma keveredik ebbe a nagyon tiszta kérdésbe, hogy miben segíthetek. Azt mondtad, hogy esetleg úgy is segítened kell, ahogy nem szeretnél. De ennek van egy fordítotja is, amely ugyanilyen fontos, hogy úgy nem segíthetsz, ahogy szeretnél. És ez keményebb. Nézd meg, hogy mikor van rád tényleg szükség, és mikor akarod csak az ideákat behajtani valami más emberen, mert te úgy gondolod, hogy őnek erre a segítségre szüksége van. Ahhoz kell az elképesztő állóképesség, hogy a másikat hagyd addig hibázni, ameddig tényleg elfogadja a segítségedet. És nem csak a kölcsönös szűrőrendszereken keresztül ideákat cserélünk segítségadás címén. Ez a fontos hogy a megfelelő időben és helyen megfelelő segítséget adjunk a másiknak úgy, hogy azt ő szeretne és el is fogadja. És ne hidd azt, hogy mindenkinek tudsz segíteni, de keresned kell az alkalmat, hogy azok a kapcsolatok, amelyek egyébként is jelen vannak, ahol a kölcsönös segítségre, bizalomra és szeretetre van alapozva az egész, legalább azok működjenek rendesen. És ezen túl, hogyha te szeretnél segíteni embereknek, akkor ezt a minőséget tudod adni, Megfelelő formában másoknak is. Én arra kérlek a szívem legmélyéből, hogy ne akarj segíteni másoknak. Mert ez a segíteni akarás, amikor visszacsap, akkor csüggedsz, és akkor nem akarod ezt a kérdést többet föltenni, hanem segíts, ahhoz szükség van rá. És ne segíts ott, ahol nincs rá szükség. Köszönöm. Szívesen. Nagyon szíven ütött az, hogy egy ismerősöm azt mondta, hogy van az a pont, amikor már nincs erő segítséget kérni. Tehát nem képes, nem tud az ember segítséget kérni, olyan helyzetben van. És úgy nagyon meglepett, hogy mit lehet ilyenkor tennünk. Segíts, és nézd meg, hogy elfogadja el. Lehet úgy is segítséget kérni, hogy nem szólal meg, csak ott fekszik előtted, sebesülten, és nem tud szólni. Ez világos, hogy segítségre szorul. Mert nekem ez sokszor, amikor a templomba jöttem az első alkalom, akkor akkor láttam, hogy egy hölgy, most teljesen független, de mégis összekapcsolódik, ott egy magába szegényke dolgozgatott, jó sok feladattal oda mentem, miben segíthetek, és ugye elküldött, mert egyedül szeretett enni, ezt utólag megtanultam, hogy csak ott csak segítek, ahol kérnek. Így van. És utána most eltelt sok-sok kérdés, -sok mondja egy ismerősöm, hogy van az a pont, amikor aki ne, nagyon rászorulna a segítségre, nem tudja meg, meg nem tudja kikommunikálni. Nem akarja. Nem akarja. Így van. Rászorul Komaj. a segítségre, csak bizonyos minőségek belül meggátolják azt, hogy segítséget kérjen. Például a büszkeség, például a kizárólagosság, például az, hogy én vagyok a legjobb. Ilyenek. Olyan naív vagyok. <laughs> Oké, okay, köszönöm szépen. Szívesen. Említetted az imént a 270 fokot. Erről még néhány szót tudnál mondani? Belefér? Bele. A 270 fok az a 269 és a 271 között van középen. Ez a jó. Most meghallod, amit mondok. Tehát a zenkörről van szó, ahol a nulla fok az az, ahol a legtöbb olyan ember van, akinek nincs kérdése, csak állandóan panaszkodik, hogy a világ milyen, és neki mindig igaza van, és neki minden jár és amikor elindul az önismeret rögös útján, akkor elkezd legalább tanulni arról, hogy ő maga, először csak ő maga, hogyan működik, aztán jó esetben, hogy a másik ember hogy működik, meg ez a világ hogy működik, és akkor felépít egy bizonyos mennyiségű tudást. Papírja is van róla, meg levizsgázott, meg még egy tanfolyamra elment, és amikor már annyit tud, hogy már nem tudhat többet, és még mindig nem történt semmi, az a 90 fok. És a tudáshoz való ragaszkodás, az a 91-dikkel szűnik meg, amikor rájön, hogyha nem tapasztal, akkor végig a menüt fogja enni az étteremben, a térképen fog sétálni a táj helyett, és a használati utasítást próbálja meg bekapcsolni a berendezés helyett. Nagy dolog ám az, amikor túljutsz ezen hiddel. Itt nyugaton, a logosz betegségben szenvedő elmék számtalanok fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. És amikor a tapasztalat útjára lépünk, akkor ez a tapasztalás végre kiüríti az elmét, és a megfelelő irányba viszi a tudatot. És a 180 fok pedig ez. Tehát nincs név, nincs forma, nincs gondolkodás, nincs én, nincs más, még a semmi sincs. Ezt a Nihil bajnokoknak üzenem, ezen a ponton még a semmi sincs, mert az egy vákumszerű gondolat, tessék azt is kidurrantani, vákumot a vákummal. Hagymát hagymával, jó? Tehát tessék úgy az egészet kidúrantani, hogy még a semmi sem marad. Na ekkor van a teli üresség, vagy üres teljesség, nevezheted önvalónak, butha természetnek, felébredésnek, megigazulásnak, megváltásnak, kilométer hosszú a sor, egyik név sem igaz rá, és mindegyikkel megnevezheted. De a tapasztalat nélkül nem megy, mert ez a lényeg. Ekkor tanultad meg, hogy az összes péksütemény ugyanabból a lisztből származik. Ezt tudjuk, hogy nem így van, mert nagyon sokféle lisztet használnak a pékboltokban, mert látom itt a különböző szemeket, de ez egy olyan eszencia, amelyből az összes jelenség származik. És a 180 fok az ennek a tapasztalata a nem név, nem forma, nem élet, nem halál, tiszta igazi önvalónak. Most innentől kezdve kezedben van az a lényeg, vagy az a kulcs, amivel minden jelenséget kinyithatsz, minden karmát megváltoztathatsz. Nincs már azonosulás, nincs abszolút nézet, nincs szilárd egófal, és innentől kezdve építhetsz egy normális személyiséget, felépíthetsz egy normális életet, lehetnek normális kapcsolatai, de ezt a karmád átalakítása nélkül nem teheted meg, és az átalakulás kezdete a 181, és a csúcsa a 270. 270-nél minden lehetséges. Nincs az a maradvány karma, amely még abszolút értékben ottan horgoskodna benned, mert az azonosulás utolsó írmagját is ki tudta dírtani 180-nál. Csak 270-nél elértél a transformáció csúcsára, mert tényleg az vagy, akinek lenni szeretnél, olyan kapcsolatot, olyan életet élsz, és rájössz, hogy mindez kevés, ha csak magadnak tartod, meg mert újra rád ég a kabát. A nullánál a név és forma kabát, az ego kabát, 90 nél a tudás kabát, 180 él a semmi kabát, ez a ráégés, amikor valaki ragaszkodik a nagyszerű ürességhez, 270 nél a mágia kabát. És bármit meg tudsz csinálni, de kiderül, hogyha ebből énséget csinálsz, ugyanoda, ugyanabba a problémába visszajutsz és a 271-nél kezdesz el igazán a bótiszatva úton járni, akkor rájössz, hogy mindezt másokért kellene tenni ahhoz, hogy te, mint lélek nyugvó pontra juss, és ez a cseppecske feloldódjék az óceánban, az óceánnál váljék, és eközben tudja és érezze a kis cseppecske önmagát egyszerre. Ez gyönyörű. És a 360 foknál van meg az, hogy tényleg az ég kék és a fűzöld, ez az igazság, és a helyes működés, ha éhes vagy, Eszel. Ha szomjas vagy, iszol. Ha valaki más éhes, enni adsz neki. Ha valaki más szomjas, inni adsz neki. És itt van a 360 fok. A jó hír az, hogy az enkört sohasem csak fokról fokra egyenletesen járjuk, mint a kis taposó malomban a szerencsétlen ló, hanem így pontokat érintünk, és úgy rajzoljuk ki a kört pontonként, ahogy az utunkon haladunk. Tehát van egy olyan időszak, amikor nagyon keményen gyakorolsz, tudást hátraadod, nem olvasol semmit, és akkor a 180 fok közelébe jutsz. Nincs pont ott. Valami még maradt. Igen, ám csak ez már egy bizonyos karma átalakítására téged képessé tesz. Nagyon jó, ezt már fölajánlottad másnak is, ezzel már elkezdtél segíteni. 360 fokra visszaértél, körülnézel, ott egy kis maradvány karma megint megcsap, nem jó, az még nulla. Arról is megtudsz egy pár dolgot, gyakorolsz egy újabbat, azt is egy picit ürességét tudod robbantani, és akkor megint egy bizonyos kettő és így, így, szépen megyünk a körön, és te egyszer csak vége. Egyszer csak kifutunk az életenergiából, és megszűnik ez a test és lélek, amit te most Juditnak hívsz. És a következő életbe átmegy mindaz, amit a lélekben elvégeztél. Az veszi fel a következő testet, az kezd el növekedni, és az folytatja ezt az utat a megvilágosodottságának a mértékében. Nézd meg, hogy hol kezdtük. Gyerekként milyen kérdéseket tettünk fel. Milyen környezetbe születtünk le. Milyen szülőket választottunk. Ez mind a korábbi karmának az összessége. Ettől most nehogy jó vagy rosszul érezd magad. Oda születtél azokhoz, akkor és úgy. Ez a kiindulás. Feltetted a kérdéseidet. Milyen kérdést tettél föl három évesen, 13 évesen, 33 évesen, 40, 50, 63 évesen? Tehát kívánom azt, hogy mindannyian haladjunk a zenkörön. Ennek a haladásnak a kulcsa a nem mozduló tudat. Járjuk be az utunkat, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.